Hans Christian Andersen, a brémai muzsikusok. Egy tehetős gazdának volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a teligabonás zsákokat, de legyengült idős korára. Fogyton fogyott az ereje. Egyre kevesebb terhet tudott cipelni, így egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot? Inkább lebunkózom, úgysem veszem többé már hasznát. Hónap lesz a napja, mondta a gazdája. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy öreg vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy, barátom? A kutya búsan ránézett. Hagyd el, öreg vagyok. Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudtam egérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan mihez kezdjek, mit csináljak, miből éljek. Tudod mit? Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. A szamár megszólította. Mit keseregsz, bajszos barátom? Kinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem. A fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább betetnie. Nagy nehezen eliszkultam, hanem aztán most légy okos, pajtás. Mihez kezdjek? Hová menjek? Miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez. Hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett az ötlet, és velük tartott. Útjuk éppen egy majorház mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott. A szamár rákiáltott. Hát téged mi lehet? Miért rikoltozol olyan irgalmatlanul? Júj, bok, bok, bok. Hiába jósoltam jó időt holnapra. Bok, 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 bok. A gazdasszonyom vendégeket hívott. Bok, bok, bok. És ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. Bok, bok, bok. És estére elvágják a nyakamat. Hát, amíg lehet, kiabálok. Bok, bok, bok. Siránkozom, ahogy a torkomon kifér. Úgy sem tehetem már sokáig. Inkább gyere velünk, tarajos barátom. A halálnál jobb foglalkozást lelhetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van. Énekelni is tudsz? Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot. És most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére. Onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a madárféléknek.
mielőtt elaludt volna, Tarajoskom a szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a tájat, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Pok, 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 amarra valami kis fény csillog. Ott háznak kell lennie. Pok, pok, pok. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kivált a húsos. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett. Mit lát, szürke? Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval. Körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal! Ez kellene nekünk! Az ám! Én is szívesen lennék a helyükbe. Kissé félre vonultak, és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, még ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két elülső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszeriben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított. A kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz! Beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakad rájuk, vagy kísértet ront közébük. Ilyettükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a tüzet és lepihentek. Ki-ki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett. A kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott. A kakas meg felült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már. A bandavezér bosszúsan szólt a többiekhez. Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket. Indult, hogy alaposan kikémlelje a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott nem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben. A betyár azt hitte igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon, de a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt. Ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbben azonban belebotlott a kutyába. A vénebb fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hívatlan vendég lábába. Az nagy üggyel, bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Ellöholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
A betyár szedte a lábát, ahogy bírta. Lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan hadarta a többieknek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll. Kés van a kezében. Azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szőnyeg hevert. Agyonvert a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz viraszt. És azt kiáltotta. Hol az a gazember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették. És még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.